Én úgy gondolom, hogy a bántalmazás főként nem fizikailag nyilvánul meg. Szóval nem ott kezdődik. Kezdődhet ott is, és lehet onnan sérülésünk, de én azt gondolom, hogy már gyerekkorban vannak olyan bántalmazások, amik nem történnek meg fizikálisan, ugyanakkor annak éljük meg. Szóval szerintem a bántalmazás azt mindig megelőzi valami. Többnyire talán az, hogy magunkat hova rakjuk. A bántalmazás nagy részét mindenki elszenvedte már gyermekként. Vagy így, vagy úgy. Szóval bántalmazás az is, hogy nem kaptunk elég szeretetet esetlegesen attól, akitől elvártuk azt. És onnantól kezdve lelkileg mi már bántalmazva vagyunk, mivel hogy folyamatosan tennünk kell azért, hogy minket észrevegyenek, szeressenek, elfogadjanak. Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor érezzük azt, hogy bántva vagyunk, de nem merjük megjeleníteni. A bántalmazó nem mindig tudja, hogy bántalmaz. Szóval ezért fontos az, hogy én hogy vagyok magammal. Ha te azt mondod rólam, hogy te ilyen vagy, olyan vagy, és én azzal azonosulok, oda rakom magam, akkor én gyakorlatilag még egy önbüntetésben vagyok. De onnantól kezdve, hogy te képviseled azt, hogy ez neked sok, sőt, mint ki is mondod, hogy én úgy érzem, hogy bántasz, akkor nyílt lesz a tér. De nagyon sokszor ezt nem vagyunk hajlandók fölvállalni. Ugye elbírjuk, jól van, biztos nem úgy gondolta, és nem mondjuk azt, hogy te mire gondolsz pontosan. Sokan például, mikor lejönnek egy bunyós edzésre, beszélgetek velük, hogy tényleg bunyózni akarsz? Persze, bunyózni akarok. És akkor én lelkileg is néha ilyen helyzetbe rakom, hogy ha bunyózni akarsz, ütést fogsz kapni. Igen, tudom. Jó. És akkor mondjuk kap két pofont. És akkor ledöbben. Hogy nem, ő először védekezni akar megtanulni. De hát ahhoz, hogy megtanuljunk védekezni valósan, ahhoz éreznünk kell, hogy milyen az, mikor kapunk pofont. Mert különben egy félelem védekezésünk van, és ugye, ha nem sikerül, akkor meg pánik lesz. Szóval azzal az érzésekkel először megbirkóznunk, hogy fáj, hogy sérülünk. Adok valakinek két pofont, ugye most egy harcművészeti, egy küzdelmi edzésről beszélünk, és azt mondom, hogy add vissza. És ott akadnak el legtöbben. Még a tűrésbe beleállnak sokan. De az, hogy visszaadja, ott van probléma. Mindenki harcol. Mindenki képviseli magát, csak másként. Szóval én azt gondolom, hogy nem tudunk nem harcolni. Szóval, hogy ki kell állnunk, felelnünk kell az iskolába, óvodába, be kell pakolnunk a szekrényünkbe, vannak feladataink, amit vagy így, vagy úgy igyekszünk teljesíteni. Ha nem tudunk nem harcolni. De azt, hogy hogyan csináljuk azt, az nem mindegy. Több mint 22 éve oktatok, és az oktatás az sosem rekedt meg a harcművészet terén. Szóval mindig jöttek akár szülők, akár felnőtt tanítványok is, kértek segítséget, támaszt. Az elején még többnyire célok elérésében, akarat megnyilvánításában, később már mélyebb dolgokba is folyamatosan kértek segítséget. És eljött az idő, amikor már ez egy olyan túlsúly lett, ahol azt éreztem, hogy nekem is képeznem kell magamat. És a képzés az nem arról szól, én azt gondolom, hogy elmegyünk, és akkor különböző tanfolyamokat csinálunk, ami segíthet, de önmagában nem elég. Szükséges, de nem elégséges feltétele. Hanem az, hogy magunk végigmenjünk azon a dolgon, és megvédjük a saját harcainkat, saját sérüléseinket. Azon kívül, hogy van az a mondás, hogy mindig választ a nehezebb utat, miért kell a nehezebb utat választani? Nem kell a nehezebb utat választani. Az a másik véglet, hogyha mindenért csak harcolni akarunk. A folyamatos teljesítménykényszer sportolóknál nagyon gyakran jön, nálam is nagyon gyakran megnyilvánult ez, hogy a folyamatos teljesítménykényszerünk nem engedi meg a hullámzást. Nincs búzálása az energiának, hanem folyamatosan élen járva teljesítményorientálatlan dolgozunk. Én azt gondolom, hogy a kérdések azok nagyon jó iránymutatóak. Hogy tudjunk kérdezni magunktól.
először magam felé kell ezt megkérdezni, hogy mi bennem? Mi bennem az a tulajdonság, amit szeretek? Mi bennem az a tulajdonság, amit nem nagyon? A hétköznapokban nagyon kevés ember tölt magával időt. Amikor nincs telefon, nincs internet, nincs pár, hanem csak úgy egyedül. Én szerintem a legnagyobb erőnk az, amikor föl tudjuk vállalni a gyengénket, a gyengeségeinket. Szóval mindenki az erejét szeretné mutatni. Szép vagyok, jó vagyok, erős vagyok, gyors vagyok. Külső dolgokra kapaszkodnak sokan. Szóval nincs azzal gond, hogyha fáj vagy nehéz. Nincs azzal gond, ha van elakadásunk. Azzal van gond, hogyha energiát fetszölünk abba, hogy azt bújtassuk. Tanítványoktól kérdezem, hogy szerintetek jól ütök? És akkor mindenki mondja, hogy persze, jól ütszett. Több mint 30 éve arcművészettel. És mondom, jól ütök, ha jól ütök. De hogy az nem egy általánosítható dolog. Hogyha én mellé ütök, akkor ugyanúgy melléütés, mint a te melléütésed. Mert az ütésnek mi a lényege? Az a lényege, hogy találjon. Ha nem talál, akkor az nem egy jó ütés. Jó.